Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Húsvét a keresztény egyház egyik legjelentősebb ünnepe. Új falugondnoki busz Varsádon, a Magyar Falu Program pályázatán nyert a település. Tojásfát állítottak Bonyhádon, régóta őrzik a néphagyományt a helyi németek. Kétszer fogták el 3 nap alatt, lopásért és garázdaságért is felelnie kell. Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb, legjelentősebb eseménye. Az ünnepre való készülődésről és hagyományokról kérdezte stábunk a katolikus, a református, illetve az evangélikus felekezetek helyi vezetőit. Idén április 9-ére esik húsvét vasárnap. Az ezt megelőző hetet a keresztény felekezetek nem egyformán ünneplik. A katolikus egyházban például nagypénteken a papok nem tarthatnak szent misét. Úgy kezdjük az egész csonka misét, így is mondhatjuk keresztfordulatunkat, hogy a pap és a minisztránsok, a segítők lefekszenek hasra, leborulunk teljesen a földdel, egyé válunk, és így imádjuk az Istent, és megmutatjuk a mi semmiségünket, illetve azt, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy értünk adta az életét, és megváltott bennünket, amely majd másnap ugye beteljesedik a húsvét szent ünnepével. Ezen a napon van egy gyönyörű sok könyörgés, imádkozunk a hitetlenekért, a Krisztusban nem hívőkért, a államfőkért, a börtönben sillődékért, az áldott békéért, tehát rengeteg imádság van, és aztán pedig kifejezzük a hódolatunkat a kereszt előtt. Nagy szombati jellegzetes szertartása a tűszentelés. A katolikus templomban a gyertyát, a feltámadó Krisztus jelképét a megszentelt tűzlángjánál gyújtják meg. A Tolnai Vármegyeszékhely református közösségében a nagy hét első napján hétfőn kezdetét vette egy igei sorozat, emellett szerdáig a gyülekezet tagjai minden este az úgynevezett úrasztali közösségre készültek, csütörtökön pedig egy biblia alapú monodrámát adtak elő a szekszárdi református templomban. Nagypénteken Krisztus kereszt halálának, váltság halálának ünnepén 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet itt a templomban. Vagyunk együtt, addigra átrendezzük egy picit magát az úrasztalát is, nem ez a virágvasárnapi dísz lesz rajta, hanem a töviskoszorú is megjelenik, a gyász is megjelenik, de közben már átszivárog valami, átszűrődik a húsvéti örömből. A szombat az a pihenés napja, a törvény szerint, ahogy a Lukács írása szerinti evangéliumban olvassuk is, nemrégen ez volt a tanulmányozásunk vezérfonala, és vasárnap és hétfőn 10 órától az Úr feltámadását ünnepeljük urasztali közösségben is. Az evangélikusoknál 2 fókuszpontja van az ünnepkörnek, nagypéntek és húsvét vasárnap. A jeles esemény alkalmából ilyenkor mindig úrvacsorai istentiszteleteket tartanak. Nagypéntek ünnepe mindenképp számunkra egyrészt a tragédiáról beszél, hiszen a közénk érkezett emberélet Istent, az ember az, aki keresztre viszi. Ugyanakkor mégis a győzelemről is beszél, hiszen az az Isten, aki közénk jön, Jézusban az ő szeretetét mutatja meg. Húsvét erre teszi fel a koronát, abban, hogy a feltámadásban nem csak a bűn, de a halál is legyőzetik. És Isten szeretete nem egyszerűen csak egy ilyen reménytelen szeretet, hanem egy igenis reménnyel teli szeretet ebben a világban. Aradi András hozzátette, hogy a felekezetben az idei húsvét, illetve nagy hét különlegesnek számít, ugyanis a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem néhány harmadéves teológus hallgatója passiójátékot, Jézus szenvedés történetét mutatta be több gyülekezetben is. A decemberben indult és Tolna vármegyében is futó vállalkozások munkaerő támogatása és munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatásuknak köszönhetően már több mint 10 000 korábbi munkanélküli kezdett el újra dolgozni. Közölte Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A kormány a háború és a szankciók sújtotta a nehéz gazdasági helyzetben is mindent megtesz, a családok megvédése, a recesszió elkerülése, a teljes foglalkoztatás megőrzése és az infláció letörése érdekében. Ezért már 20 intézkedésről hozott döntést, hangsúlyozta az államtitkár.
A munkahelyteremtő támogatási programokra eddig mintegy 12 ezer álláskereső foglalkoztatására érkezett be kérelem, és már 10 ezer ember kezdett el ismét dolgozni, a kormány ehhez 10 milliárd forintnyi támogatást biztosított. A varsádi volt a 32. busz, amit 2019-től a Magyar Falu program indulásától beszerezhettek a választókerületem települései, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, az új falu és tanyagondnoki busz átadása alkalmával a településen. A 8 éves eddig használt gépjárművet a romániai Szilágy nagyfaluban használják ezután. Varsád település új falu gondnoki buszát próbálja ki. A térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki kiemelte az átadó alkalmával, hogy a Magyar Falu program indulásától a varsádi volt a 32. busz, amelyre a választókerületéhez tartozó önkormányzat sikeresen pályázott. Az én körzetemben is 56 település tud pályázni a Magyar Falu programban, hiszen arról tudni kell, hogy 5000-nél kisebb lélekszámú települések adhatják be a pályázatokat, és az egyik legnépszerűbb ilyen pályázat a kisbuszokra való pályázat. Ez azt jelenti, hogy általában, legalábbis itt a Dunántúlon ezek falugondnoki szolgálatot látnak el, az Alföldön tanyagondnoki szolgálatot is. Varsád település önkormányzata 2022-ben adta be a pályázatát az új falu és tanyagondnoki autó cseréjére. A feltételek között szerepelt, hogy 6 évnél idősebb, már legalább 120 ezer kilométert futott járművet lehet csak lecserélni. A pályázat pluszpont támogatásban részesítette azokat, akik vállalták, hogy a régi autót határon túli településnek ajánlják fel. Mivel nekünk sajnos még eddig nincs testvér településünk, ezért mi nem tudtuk megnevezni települést, így a miniszterelnökség jelölte ki azt a települést, ahova mi régi falugondnoki buszunk kerül, ez pedig Szilágy Nagyfalu, erdélyi település. A Varsádon eddig nap mint nap használt, jó állapotban lévő járművet örömmel fogadta el az erdélyi Szilágy Nagyfaluban működő magyar baptista gyülekezet. Hát egy élénk növekvő, dinamikusan fejlődő közösség, baptista közösségnek a lelkipásztora vagyok. Örülünk annak, hogy van élet, és sokszor vendégeket fogadunk, vagy megyünk különféle közösségekbe, szolgálatokra. Ezen feladatok ellátásában nagy hasznát veszik majd a Varsától kapott gépjárműnek Szilágy Nagyfaluban. Nagypénteken is változásra kell számítani a hazai üzemanyag árakban. Azok után, hogy szerdától akár 10 forinttal olcsóbban lehet tankolni, péntektől további bruttó 6 forinttal csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára. A héten a benzin ára már nem változik. Így a húsvéti ünnepek alatt a 95-ös literenkénti átlagdíja 611, míg a gázolaj 585 forint lesz. Az autósok a különböző kutak árai között akár 10 forintos különbséggel is találkozhatnak. Jövő hét szerdáig tart az oktatási intézményekben a tavaszi szünet Tolna vármegyében. Sok helyen már szerdára is tanítás nélküli munkanapot rendeltek el. Hosszabb pihenésre júniusban mehetnek majd ismét a diákok és a szakemberek. Az iskolákban ugyanis a nyári szünet június 16-án kezdődik, és augusztus 31-éig tart. A húsvéti ünnepekre készülnek Bonyhádon is. Éppen ezért állítottak tojásfát a helyi Vörös Marti Mihály művelődési központ mögötti téren. Ennek már több éves hagyománya van a településen. A húsvét közelettével Bonyhádon is megtartják az ilyenkor szokásos néphagyományokat. A Vörös Marti Mihály művelődési központ mögötti téren a helyi németség tagjai tojásfát állítottak. A gyerekek már nagyon várják a húsvétot az ünnepi játékok és ajándékok miatt. Mindig kifestjük a tojásokat, várjuk a locsolókat, és akkor így nagyon jót mulatunk, szép ruhába öltözünk, és egy jót mulatunk, nagyon jó. Szász Albert azt mondja, ő minden évben elmegy locsolni is. Ilyen pirosra festett tojást szoktak adni a fiúknak, amikor elmennek locsolni, és hogyha
nagyok mennek, akkor meg szokták kínálni pálinkával is őket. Csizmadi Jani énekes Piroska, a Bonyhádi önkormányzat tagja tartott nyitó beszédet német nyelven a jelenlévők számára. Most az Osterbrunnen felavatásán vagyunk itt Bonyhádon, a kaszinó téren. Ez az Osterbrunnent most már harmadszor ünnepelni meg itt a város, a német önkormányzat és a művelődési ház segítségével, és ide jöttek gyerekek, felnőttek, óvodások, iskolások, hogy ők is majd a műsor végén felakasszák a hímzett, festett tojásaikat. A szépen feldíszített tojásfa megtekinthető bármikor az ünnepek alatt Bonyhádon, a kaszinó téren, a művelődési ház mögött. Az egyetemisták ugyanúgy pályázhatnak az Erasmus ösztöndíjakra az őszi szemeszterben is, ahogyan eddig, jelentette ki a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor közölte, arra kérte az Európai Bizottságot, küldjön levelet a Nemzetközi Mobilitási Pályázatok Koordinálását végző Tempusz közalapítványnak, amelyben megnyugtatja az egyetemistákat és a tagállami hatóságokat, hogy nincsen fennakadás az Erasmus Plus programban való részvételben. Közölte, a levél bizalomerősítő lenne, amely elmagyarázná, hogy a hallgatók ugyanúgy pályázhatnak az őszi szemeszterben is az ösztöndíjakra, ahogyan eddig lehetséges volt ez. Mivel nyári megállapodás születhet ebben a kérdésben, a Horizont Európa és az Erasmus Plus program finanszírozása 2024 után is folyamatos lesz. Anna Frank a holokauszt egyik legismertebb gyermekáldozata. Az ő életével ismerkedhetnek az érdeklődők a következő hetekben a bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárba érkezett kiállításon keresztül. A fiatal lány fotói és naplóbejegyzései köszönnek vissza a paravánokról, és szólítják meg a majdani látogatókat. A tárlat az Olvas és írj Anna Frankkal címet viseli. Mindössze 3 napra volt szüksége egy férfinak, hogy kétszer is elfogják a szekszárdi rendőrök. Lopás és garázdaság miatt is felelnie kell ezért hamarosan. Egyelőre szabadlábon védekezhet. Előbb egy autót tört fel az erősen ittas hajléktalan férfi Szekszárd belvárosában fényes nappal, amit tudott, kivett belőle. Egy szemtanú tett bejelentést az üggyel kapcsolatban, a rendőrök azonnal a helyszínre indultak, és rövid időn belül el is fogták a rongáló tolvajt. Egy hajléktalannak tűnő férfit igazoltattak kollégáink a helyszín közelében, aki ittasságára hivatkozva azt mondta, nem emlékszik a történtekre. Kedden dél körül egy nő tett bejelentést Szekszárdra, Bocskai utcából, elmondta, hogy egy szintén hajléktalannak tűnő férfi megkísérelt a lakásába behatolni, a levélszekrény lezárására szolgáló szigetelő szalagot is letépte, és ott az örgöt kiabált. A helyszínre a szekszárdi körzeti megbízott érkezett ezúttal, aki miután felvette az elkövető személy leírását, azonnal keresni kezdte. Néhány perccel később el is fogta az ismét ittas férfit. A város területén a közelben észlelte, hogy egy a leírásnak megfelelő férfi egy udvarból jön ki, kezében egy számítógéppel. Megállt, igazoltatta a férfit, aki először egy mesét adott elő, majd a helyszínre érkező többi kolléga segítségével adatgyűjtést végeztek, és kiderült, hogy egy szomszédos udvaron átmenve besurrant egy házba a férfi, és onnan tulajdonította el a laptopot töltőjével, illetve egy autóindító kulcsával együtt. A kétszer is megbukott tolvajnak így hamarosan garázdaság és lopások miatt is felelnie kell. Regionális híreink következnek. Népszokások, hagyományok, fontos ünnep volt a húsvét elejék idejében. Csonka Fesztivál Kaposváron, minden az ünnep finomságairól szólt a piacon. Nagy csütörtök, különleges jelentősége van ennek a napnak az ünnepkörben. Ételszentelés, bárányles, Emmaus járás. Többek között ezek azok a néphagyományok, melyeket húsvétkor gyakoroltak elődeink. A sonka a bőjt végét jelentette, a húsvéti nyulat pedig a németektől vettük át. Leghíresebb hagyományunk a locsolkodás mellett több baranyai szokás is létezik, melyeket a mai napig megtartanak. A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. A hagyományok jelentős része nem épült be a keresztény vallás ünnepi ritusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent. Elődeink ilyenkor vetettek véget a böjtnek, tehát fogyaszthattak húsvét.
húst. Ez ugyan régebben bárányhúst jelentett, ma már a sonka a legelterjedtebb. Az ételeket azonban előbb meg is szentelték. Az ételszentelés az úgy nézett ki eleinknél, hogy abba a szép kosárkába betették azokat a jellegzetes húsvéti ételeket, a sonkát, a kolbászt, a tormát, a borocskát, a baranyapatkót, vagy a fonott kalácsot, és ezzel elmentek a szentmisére, és a szentmise végén a plébános megszentelte, megáldott ezeket az ételeket. A húsvéti nyúl a német szokásokra vezethető vissza. Bár a németek sem nyulat ettek, a gyöngytyúkra használt szavuk rövidítése nyulat jelent, innen eredt tehát a csoki nyúl is. A locsolkodás szintén egy elterjedt hagyomány. Húsvét hétfőn a férfiak sorra járják a házakat, és különböző versek, énekek kíséretében locsolják meg a lányokat, asszonyokat. Az öntözésért cserébe a lányok piros tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat. A májusi eső aranyat él. Ugye a tavaszi nedvesség az nagyon fontos. Nagyon fontos volt úgy a szép asszonyokra, mert azt mondták, azért locsoljuk meg a nagylányokat, hogy szép legyen a hajuk, szép piros legyen az orcájuk. Tehát valójában egy kicsit termékenység, ki varázslat is ennek az egész locsolkodásnak a háttere. Mindezek mellett baranyai hagyomány például a hosszú hetényi bárány les, mely szerint a férfiak imát mondanak a keresztnél, majd napfelkeltekor meglátják magát a feltámadt Jézust. Hasonló szokás az Emmaus járás bolyban. Itt a helyi gazdák megnyitják pincéjüket és vendégül látják szomszédjaikat, barátaikat. Sonka fesztivált szerveztek a kaposvári nagypiacon. Amíg a felnőttek a húsvéti finomságok között válogathattak, addig a gyerekek mások mellett tojást is feshettek. A kaposvári nagypiac sonka fesztiválja kóstolókkal, kézműves foglalkozásokkal, akciókkal és egy pandamacival várta a családokat. Egy picit a gyerekek felé koncentráltunk most idén jobban. Természetesen a kereskedőink megjelentek és jelen vannak a húsáruikkal, a zöldségeikkel, a gyümölcseikkel, illetve újdonságként megpróbáltunk olyan kiskereskedőket is még elcsábítani, akik eddig nem voltak itt a nagypiacon. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült is. És egy nagy mennyiségű kóstolót állítottunk össze, mert nagyon kedvesek és nagyon aranyosak és együttműködőek voltak a bérlőink. A létesítmény színes programjainak az árusok is örültek. Legtöbbször most, hogyha veszel sonkát például, nyilván ugye annak van most itt a szezonja, a sonkából is lehet venni nagyon sok fajtát, de a legtöbbet áruházakba főtt füstöltet, amit pálcolószekrénybe csinálnak, vagy füstölőszekrénybe, semmi háziasság nincsen benne. Tehát annyival jobb úgy gondolom a piacon, hogy őstermelőtől veszi meg az ember, mivel mi is például az elejétől a végéig mi csináljuk. S amíg a szülők megvették a sonkát, vagy az ünnepi asztal elengedhetetlen hozzátartozóit, addig a gyerekek akár különféle tojásfestésig technikákkal is megismerkedhettek. Úgy készültünk, hogy egy kis temperával, meg kis gyerekmintával, mert ők ezt azért úgy nem, ezt a felnőttek veszik inkább meg helyettük. Ők viszont szeretnek egy ilyen kis állatfigurát, készültem azzal is, ilyen kis gyerekmintákkal, úgyhogy de szeretik aranyosak. A helyszínen azt is megtudtuk, a kaposvári nagypiac nagypénteken és nagyszombaton is reggel 6 órától délig tart nyitva. A nagyhéti ünnepeinek sorában nagy csütörtökhöz köthető az Eucharisztia megalapítása. A Római Katolikus Egyházban ezen a napon a püspök az egyházmegye papjaival közösen mutat be szentmisét, amelynek keretében végzik el az olajszentelés szertartását, és a papok közösen újítják meg a szentelésükkor tett ígéreteket. Nagy csütörtök este pedig az utolsó vacsorára emlékeznek. Nagy csütörtök estével megkezdődik a nagybőjti időszak végét jelentő Szent Háromnap a Katolikus Egyházban. Délelőtt az egyházmegye székesegyházában gyűlik össze a papság és a hívek, hogy a püspökkel közösen ünnepeljenek. Ezen a szentmisén a főpásztorok megszentelik a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor használt krizmát. Krisztus az utolsó vacsorán alapította meg az oltári szentséget, valamint az egyházi rendet, ezért az olajszentelés mise keretében a papok közösen újítják meg a szentelésükkor tett ígéreteket. Az esti liturgia az utolsó vacsora felidézésével kezdődik, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A nagy csütörtöknek ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Itt indult az utolsó vacsorán kezdődött
Az volt az első szentmise, az volt Jézus szeretetének a megnyilvánulása, amikor az egységet és az eukarisztiát adta. Ebben az egységben jelenik meg az olajszentelési szentmisében, hogy a papok itt vagyunk együtt, megújítjuk a papi ígéretünket, és valahol megerősítjük azt, hogy mi ugyanannak a Krisztusnak a meghívottai vagyunk, ugyanannak a Krisztusnak a küldöttei, és ezt az egy katolikus egyházat építjük, gazdagítjuk, erősítjük a szolgálatunk által. Ezen a szentmisén a minisztránsok is szép számmal megjelennek. A pécsi minisztráns referatúrának a tagja vagyok, és itt ismerkedtem meg igazán a minisztrálással, és azzal, hogy a diákoknak, a gyerekeknek mennyire fontos az, hogyha az oltár közelében tartózkodnak, hogyha így akár hivatást éreznek a papi hivatás felé, vagy csak szolgálják az urat. 4-5 éve minisztrálok, és majd táborba fogok menni. A nagy hét ünnepeinek sorában a nagy csütörtök a gyásznapja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Húsvét a keresztény egyház egyik legjelentősebb ünnepe. Új falugondnoki busz Varsádon a Magyar Falu Program pályázatán nyert a település. Tojásfát állítottak Bonyhádon, régóta őrzik a néphagyományt a helyi németek. Kétszer fogták el 3 nap alatt, lopásért és garázdaságért is felelnie kell. Pénteken erősen felhős csapadékmentes idő valószínű, általában plusz 10, de északkeleten plusz 3, délnyugaton pedig plusz 13 fok körüli maximumok várhatóak. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!